Európai és nemzetközi elfogató parancs van a 4-es metró beruházásáért felelős DBR metró projekt igazgatóság volt vezetője ellen, írja a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, Gulyás László az, akire a legfőbb ügyész név nélkül utalt, amikor levelében a 4-es metró ügyével kapcsolatos nyomozásról tájékoztatta a Párbeszéd politikusát. Szabó Timeának azt írta, először 2009-ben indult nyomozás, amit 3 évvel később lezártak. 2011-ben az Asztom nyomozásban viszont 3 gyanúsítottat kihallgattak. Az újság információi szerint Demszky Gábor egykori bizalmasát őrizetbe vették, de később elengedték, azóta pedig külföldön van.